Sziasztok! Újra itt vagyok, illetve itt vagyunk, és most folytatjuk, amit abba hagytam. Nem fogom most sem mindent kommentálni. Ha esetleg valamit nem értetek, illetve nem láttok jól, vagy ilyesmi, azt nyugodtan majd mondjátok, esetleg kommentben, vagy valahol. Oké. Amit látjátok, én ezt most nem fogom unszimmetrikusra csinálni, tehát nem fogom megcsinálni ezt a felét, mert most a zébrásolás és a festés szempontjából ez lényegtelen. Tehát aki idáig el tud jutni, az simán meg tudja csinálni unszimmetrikusra, tök felesleges most. Illetve ezeket az apró részeket lehagyom róla, mert szerintem feleslegesek. Jó, oké. Itt van nagyjából a kardunk, mondjuk, hogy ez most így jó. Kb-ra jó. Én ezzel azt csinálom, ugye ez egyrészt darabokból áll, másrészt meg még szimmetrikus. Hát én ezt most itt belekollapszálom. Így. Ez a fix form. Collapse to. Oké. Most így, ahogy van, én ezt kimentem, és megnézem, hogy fog kinézni zébrásban. File, export, export selected, könyvtár, max, tutoriálok, sort, obj. Oké. Hallanod? Jó. Most kimentjük. Sort, love, poly, obj. Bár valószínűleg nem ez lesz majd a low poly modellünknek a messe, de ott még nem tartunk. Jó, export. Van egy figyelmeztetés, valószínűleg nem tudom mi az a figyelmeztetés. Nem, de egy warning van. P00 kell, let's nest in mesh. Hagyjuk figyelmen kívül. Ez mi a szar? Ez a hülye gomb. Ez szétcseszi az egészet. Pár tutoriállal később be se fogom rakni, szerintem, mert tök felesleges, tehát hogy meg fogjátok tudni tanulni akkor az irányítást, a gombok kiosztását, mindent, és akkor már lényegtelen, tehát akkor nem kell ezt majd. Mert csak azt nézitek, hogy így kell festeni, így kell ezt, nem is gondoltam volna, és akkor itt tök jó lesz. Jó, oké, akkor ezt megfogjuk, behozzuk az ébrást, ennyi. Itt az ébrás, egyelőre szerintem még nem kapcsolom át az enyémre, hát kapcsoljam. Igazából tök mindegy. Tehát a gombok... Nem kapcsolom át. Ez volt ugye a kezdő. Igen, ez a kezdő, nem kapcsolom át. Más lett a színe, de igazából ez tök mindegy. Load nem tool, hanem import. Importe! Oké, max tutoriálok. Sword. Sword low poly. És ez megint itt van. Én kikapcsolom azt a... Mondom, kikapcsolom. Amit nem itt kell, hanem nem, itt. Exit. Jó, és így működni fog gyönyörűen. Ha valamilyen gombot nem tudtok, egyébként a zébrás tutoriában megvannak a gomb kiosztások, tehát azokat ott beleraktam. Mármint, hogy elmondogattam a főbb gombokat, szóval ha valami nem megy, akkor már ezt mondom. Volt? Ott nem húztam össze. Nem baj, az elméletileg majd megcsinálja. Na, most megpróbáljuk azt, amit ebben a helyzetben csinálnék. Ugye nekünk, nem tudom, hol vannak itt a gombok, tök jó. Ötletem nincs, hol van. Ez egy izé, aha. Akkor erre azt mondjuk, hogy masking, nem masking, polygroups,
Autogroups. Meg lehet, hogy szimmetrikus legyen? Na, autogroup. Na, vélvé, végre. Merge similar groups. De most majd berakta, te hülye. Legyen az, hogy split. Split to similar parts. Oké. Okay. Oké. Okay. Ctrl-W-vel adunk neki újat. Neki is, bár egyben van, neki is. Jó. És aztán most... Nézzük, külön is csinálhatjuk. Megpróbáljuk, hogy külön most így milyen lesz. Ugye a fogantyú... Ő ki kéne raknom a... Itt van valahol. Egy pillanat kéne nekem egy kép a... A kartról. Ugye az mondjuk úgy nem árt. Látjuk, hogy néz ki, és nem látom. Kard ki kard. Anyádat. Na, gyerekek, ne szívass, ott van. Mi mekkora felbontás, ott a mindeni, jó. Jó, hát megpróbálom most azt, hogy ennek adok egy dynamest. Hogyha úgy csak így simán feldivide-olnám, akkor szar lenne. Tehát az úgy nem hiszem, hogy nyerő. Próbáljuk meg, hogy adunk neki dynamest. Lehet, hogy előbb nem is lehet, lehet divide-olni, szóval a dynamest is adhatunk neki. Ne ennek te lüke. Most én erről beszélek. Így, oké. Okay. Adunk neki a dynamest, ez így elcseszi, tehát ez így nem lesz jó. Feltoljuk mondjuk ezerig. Na hát így azért már egy fokkal jobb. Hát így azért egy fokkal jobb. Az nem tetszik ugye, hogy nem... Lent fekszik a földön, és így... Nem szeretem így irányítani. Jó, mindegy. Ez már azért úgy egész tűrhető, hogy az éleknél ott még el az élja, de hogyha mondjuk felrakjuk mondjuk egy 2000, akkor lehet szétfagy a gép, megpróbáljuk. Tölti. Oké. Okay. Hát, megcsinálta. Még a videó. Videó még megy. Jó. Picit arrébb rakjuk. Így. Ezt meg... Ezt meg ide rakjuk. Hát, lehet fáradt vagyok. Na mindegy. Oké, okay. Hát kéne rá mondjuk egy pici, ugye bekapcsoljuk a szimmetriát, a szimmetria szar, úgyhogy lokál szimmetrit kapcsolunk, az is szar. Menjünk a transformba, és köszönjük, hogy y tengely legyen. Fölle. Fölle jó. De az se az igazi, inkább legyen z akkor. Aha. Jó, oké. Okay. És akkor smooth. Éleket nagyjából így kicsit letörjük. Oké. Okay. Ugye itt meg kell elég sokat babrálni, tehát nem csak így fog kinézni. Most egyelőre végigmegyünk azokon az alkatrészeken, amik nekünk kellenek. Jöjjön ez. Geometria. Hát a Dynamest, és próbáljuk meg egy 1500-ra, nem kell olyan sok. Milyen 1500. Még annyi sem kéne, mert sokkal kevesebb, tehát így egy lap, meg stb. Ott meg soha mindenféle. Lopikula. Jó, ez is kész. Kól. Hát hogy lehet ilyen? Hát kól. Z. Égyné. Igen, de itt is bekapcsolhatnám. Aha, itt is bekerülök ilyen, mint az y-t is. És akkor... Ott is meg alul is csinálja. Jó. Égyné. Teljesen über jó lesz, tök jó, alul is jó, hát, itt is bekapcsolhattam volna a másikat, jó, jó, most jön a közmondom a középső, tök jó, hogy nem sorrendben van, jó, geometria, hát rakjuk fel 2-re minimum, dynamis. Kiváló.
Oké. Ugye megmaradtak ezek az élek is, amik egész jók. Tehát, hogy így... nagyjából jó lesz, picit... én elrontottam. Transform, aktív szimetri... így. De ugye... szimmetrikus eléggé a... ugye, na ennek még lehet, de még kéne. Egy kevés... ezt előbb elmentem. Utoljább Sword... Sword Low Poly 2Z túl. Oké. Okay. Itt felrakjuk 500-zal nagyobbra. És inkább elmentettem, nem, hogy kifagyjon. Közben meg valaki írt Facebookon. Köszöngetik a helpet. Na, nem értek, elkészült. Jó, hát ott volt valami. Bazd meg! Nem baj, jó lett. Oké. Okay. Igazából tök jó. Tök jól néz ki, ugye ezeket meg le kell szépen csiszolgatni, mit tudom én. De ez így nagyjából így jó. Oké, okay, egyébként nem értek ám hozzá, tehát én azért mondtam, hogy mit tudom én. Jó, akkor most legyen ugye sorrendben rakva, mert nekem az úgy szimpatikus. Tehát te vagy lekallul, te vagy a harmadik, akkor oda megyünk, hogy ez tak. Jó. Jó, most sorrendben van, most jól mentsük el. Mielőtt még lesz valami probléma. Sword Low Poly 1, nem értem. Exportra mentem? Nem. Save-re mentem. Akkor miért? Külön mentegetni, na mindegy. Jó, oké. Elővesszük a gyönyörű kis táblámat, meg a cerkát. Nem látom magamat. Én. Van, aki egérrel szokott zébrásban alkotni, hát én nagyon nem ajánlom. Persze, ha ügyes vagy, akkor persze bármivel ügyes vagy, de... de azért... de azért nem. Egére nem nagyon szoktak. Jó, nézzük meg ugye... a modellt. Hát igen, én követtem el egy apró hibát. Ebből itt van itt egy vájat. Jó, meg itt is van egy vájat. Oké. Okay. Standard... Z-sub. Az ugye itt a lerakva. Tök király. Rakunk rá egy kis Lazy Mouse-t, Lazy Radius-t. Az itt van benne. Tehát a Stroke-nál a Lazy Mouse-t ezt bekapcsolod, és itt van a Lazy Radius. Tehát ott, ott. Csak én ugye kiraktam ide, majd ha akarjátok, lesz egy olyan videó, ahol megmutatom azt is, hogy hogy lehet kipakolgatni a dolgokat. Oké. Okay. Na, mert el 12 perc, és még nem csináltam semmit a tutoriállal, úgyhogy kezdjük. A Lazy Mouse egyébként arra jó, hogy húzod a vonalat. Szebb vonalat tudsz húzni, hogyha... fel lenne rakva. Igen, tehát sokkal egyenesebb lesz a vonal. Ugye átlagolja a vonalat, amit húzol. Hát ez kicsit túl erős. Meg nagy. Ez meg gyenge. Úgy szeretem az ilyet. És ugye ott hát valahogy így. Szerencsére annyira nem kell koncepthűnek lennünk most. Ezzel megpróbálom a legjobban leutánozni. Nem tetszik, hát de nem. Oké. Okay. Jó. És ugye minden igaz, bazd meg. De jó, hogy megcsináltam, és utána szar lett. Y, tehát... még egyszer. Ide, így. Nem tetszik. Ígyni. Tök jó, teljesen szép. Másik dolog. Jó. Kezdjük el leflattenezgetni. Simán shift-tel bele smootholgatok. Jó. És akkor...
hogy aminek élesnek kell lennie, az szépen ezzel a flatten ecsettel a széléhez így hozzárakom. Hát igen, ott vele nyúkerál két object, és akkor az ott úgy szétcseszi. Nagyjából jó. Nagyjából jó az. Így. Ez textúrával sokkal szebb lesz majd, tehát ezt átvárjuk, rakjuk át valami jóban. Teljesen jó. Csak ebben nagyon nem akarom szkultolni. Nagyon ez a madcap. Ne, ne legyen. Ez se legyen. Ez meg főleg ne legyen, legyen ez. Legyen ez, ebben nagyjából látszanak a... Á, de nem jó. Melyik volt az előző? Melyik volt az alap? Blin, ugye? Nem, ez volt az... Legyen ez. Legyen ez, és... Hát nem tudom átszínezni. Lehetne ugye szürke, de mindegy, most jó lesz ez, mert ebben szépen látszanak a... az élek, meg minden hülyeség. Milyen dinamikon van ez. Ha dinamicra rakod, akkor minél, tehát tök mindegy, hogy hova távolítod, vagy kicsinyíted, ugyanakkora lesz az ecset. Jó. Látjátok, még itt is kevés ez a poligon szám, mert nem tudom szép erősre megcsinálni. Ilyenkor az lesz, hogy pinch, és akkor szépen a pinch az úgy összehúzza azokat a éleket, ami nekem kell. Persze elcseszi a... Ezért elcseszi. Úgyhogy csak finoman. Finoman, finoman. Ó, nem ez. Flatten, flatten. Jó. Ezt ide így belerakom. Oké, azt ott majd ki lesz javítva. Jó, hát ugye ide is majd kell. Hát az oda majd kell. Jó. Ez majd ott leszem. Leszem. Nem az, ez az. Látjátok, hogy még itt is nagyon pici a poligon szám, úgyhogy ezt meg lehet fel kell tuningolni, kiderül még.
picit. Ez a poligon szám is kurva kevés. Jó. Aj, már hogy mindig. Jó. Igen, ott az eggé. Alakul. Kirkál mindig mindenki. Igen, az ott kicsit kisebbre kell majd venni.
Istent, ez nagyon szar. Valahogy így. Szóval, hajrá! Nincs mese. Dékeljük a layert. És megpróbálunk egyet, nem dynamesselni, hanem divide-olni. Na, még egyet engedsz? Engedj még egyet. Már itt már azért szaggat. Érződik rajta, hogy szaggat. Azt mondja, rajta csak kettő mondjuk. Így persze ki kell dolgozni. Tehát máshogy nem nagyon lehet. Jó.
Jó. Kurva anyád! Ez nem valami egyenes, N1-es. Hát ez egyébként ilyen lassú folyamat, tehát hogy muszáj mindent szépen kidolgozni. Nem lehet kibújni alóla. Úgy nagyon-nagyon. Milyen szép az, ez valami gyönyörű. Tehát ez itt mi? Mi a szar? Nagyon jó. Hát egy élmény. Amúgy általában minden modellt a végletekig lehet csinálni. Mindig találsz rajta olyat, ami lehetne még mit javítani. De legtöbbször ugye meg van szabva, hogy
ennyi idő van rá, aztán cső. Nem nagyon tudsz válogatni. Legtöbbször nem is nagyon tudod annyira kidolgozni, amennyire te szeretnéd. Látni fogod benne, hogy hát ezt még, azt is ott, de elrontottam, ezt is elrontottam. De az lesz a fontos, hogy lead időre, és hogy ahhoz, amit kérnek, oda jó legyen. Ennyi a lényeg. Minden modellt lehet a végtelenségig szépítgetni. De... hopp, mi ez? De nem, azt nem, nem is az, hogy felesleges, de... valamikor már nem tudod. Nincs rá idő. Az ott eléggé kicsi. Az az ív, az ott eléggé gyöszös. Most jó lesz. Oké, és oké. Jó. Lehet egy picit. Hogy néz ki? Ezt nézni, milyen ratyi. Ez a rész már kezd alakot ölteni, mentsük el. Jó, ugye kezdetnek itt van valahol benne. Teljesen tökéletes, de nem baj most. Igen. Hogy rohagy meg, hogy nem lettél egyenes. Aha. Valószínűleg elcseszi a mood, vagy a szimmetri, mindjárt nézzük. Hát igen, ennek ott nem úgy kéne, de
Jó. Oké, és akkor ezt itt valahogy be kéne. Az egeret, hogyha rajzpaddal szórakoztok, az egeret ne nagyon mozgassátok közül. Oké, zsoké. Ez a rész már kezd alakulni. Egész jó. Többiek is kettesen, én most hármas vagyok. Jó, egész jó. Oké. Igen, az ott kicsit.
Jó. Oké. Okay. Rendben, mondom, még kéne egy... Kommunika. Réteg. Teljesen jó. Teljesen jó. Jöjjük le egyesre talán. Igen. Nem kell. Nem kell, ez jó. Teljesen királyon néz ki. Teljesen faja. Oké. Okay. Javítani. Itt felül is lehet. Visszahúzkodni a dolgokat. Csak nem szeretem, mert fel van tornyosulva. Tehát itt van 1282 a history, és vissza lehet menni a legelejére. Tehát, és akkor lehet, hogy befagy az ébrás, meg ilyen apróságok. Ezt annyira nem ajánlom. Szar. Mármint, hogy nem szar, mert jó lesz, csak... Azért nem közelről azért látszik rajta, hogy mi van. Jó, rendben, igazából ugye a hátulját kell még. Hátulját kell még, ez itt elég szar. No.
Engedd már. Engeded el? Na. Oké. Sorry, hogy ilyen sűrűn mentek, de eléggé megszokás. Oké, hát most jön a neheze, ugye ezt itt valahogy kőszerűen, azt is. Sketches. Hát igen, a kettő nem mindig passzol, tehát most nézzétek meg, teljesen máshogy néz ki ez a fele, mint ez a fele. Pedig be van kapcsolva a szimmetri. Szeretjük az ilyet, nagyon. Ez tök jó. Hogy ne?
Persze.
köbö. Köbö, köbö, köbö. Ezt egyelőre hagyjuk. Jó. Jó.